Vadonatúj, egyedülálló, professzionális. A VS Teleshop büszkén mutatja be a népszerű ProV nemes acél gyümölcsszeletelők gyártójától a legújabb szenzációt. Ismerje meg ön is az év sikertermékét. Bemutatjuk a forradalmian új nemes acélból készült ProV Juicer. A szupergyors zöldség és gyümölcsfacsarót. Narancs, kiwi, mangó, szőlő tökéletesen kifacsarva. Friss narancslé az egész családnak pillanatok alatt. A lédús dinnyéből villámgyorsan ízletes vitaminitalt készít, a friss ananászból édes nektár lesz. Várja önöket házigazdánk Horst Fuchs. Üdvözlöm önöket a VS Teleshop stúdiójában. Ma az egészségünkkel fogunk foglalkozni, és hogy hogyan maradhatunk egészségesek, fittek és frissek. Aki megmutatja nekünk, Werner Niederwinkel, üdvözöllek! Horst. Valami egészen különlegeset hoztam magammal. Egy olyan nemes acél facsarót, amivel szinte bármilyen gyümölcsből levet tudunk facsarni. Például ezekből. Áram és elemek nélkül, egy koktélséker segítségével, amit a facsaróhoz tudunk kapcsolni. Először készítsünk almalevet. Fogunk egy almát, rátűzzük a fedél tetejére. Így rendesen meg tudjuk fogni, nem eshet ki, és nincs szükségünk nagy erőre sem az alma kifacsarásához. A végén csak az üres héja marad és a csutkája. Következik a tisztítás. Egyszer odaütöd, és itt is van az alma papírvékony héja. Semmilyen hasznos összetevőt nem vesztettünk el. Néhány pillanat alatt készítettünk természetes, frissen facsart almalevet. És ez igazi almalé. Kóstol csak meg! Minden almának egyedi íze és aromája van. Csak az önök fantáziáján múlik, hogy milyen gyümölcslevet szeretnének inni. Az ember szinte érzi benne a természet tiszta ízét. A bolti almalevek olyan összetevőket is tartalmaznak, mint a stabilizátorok, ízfokozók. Ezt homogenizálták, pasztörizálták, és megfosztották mindenféle természetességét. Ha frissen facsarom a gyümölcsöt, ezekre nincs szükségem. Pontosan! Mivel a frissesség az egyik legnagyobb érték. A ProV Juicer egyik szenzációja a teteje, amivel mindent jól meg tudsz fogni. És itt van egy csavarformájú kúpunk. Ezzel beleváljunk a gyümölcsbe. Így már nincs is szükségünk erőlködésre. Ez szinte magától dolgozik. A másik remek dolog, hogy itt alul található egy csúszásgátló talp, ami igazán stabillá teszi, és itt szinte bármiből friss levet tudunk facsarni, amiből csak szeretnénk. Beledobjuk a kivit, egyet csavarunk rajta, és két másodperc alatt megvan a természetes kivilé. Mi van azokkal a gyümölcsökkel, melyek nem férnek bele? Semmi gond, egyszerűen kisebbre vágjuk őket. Nem kell a kezünkben fognunk, mint korábban. Nem is kell meghámoznunk előtte. Beletettük az egészet, és pillanatok alatt kifacsarjuk egészen addig, amíg szinte semmi sem marad benne. Egyszerű, és pont ez a lényege. Mindenféle bonyolult berendezésből rengetegféle található odahaza a konyhaszekrényekben, igaz? Senki nem akarja használni őket, mert senki nem akar hámozni. Tegyük egy kicsit érdekesebbé a gyümölcslevünket úgy, hogy az egészet egy kicsit megbolondítjuk. Ebben mindig gondoltam, benne vagyok. Gondoltam, hogy nem kell téged erre nagyon rábeszélni. Horst, kóstold meg, mondd, hogy ízlik. Mesés. Az energia valósággal átjárja a testet. Azt akartam mondani, hogy már is sokkal hittebbnek érzem magam. A bogyós gyümölcsök általában vértisztító hatásúak. Mivel tudnám én ezt megtenni? Ha ezt a konyhai robotgéppel csináltam volna, akkor ragadna az egész konyha, az biztos. De ide az egészet beleteszed és kipréseled. Vagy mondjuk a szilvát, azt is egészben bele lehet tenni. De hát benne van a magja, nem igaz? Automatikusan kimagozzuk. Felül kijön belőle a mag, és csupán az üres héja marad meg. Ez fantasztikus. Adok még néhány csillit. Most figyeljenek. El fogsz csodálkozni, milyen finom lesz. A pomarat még fel is díszítettem neked egy kicsit. Ide néz. Kész is az ördög fióka koktél. Különlegesen nagy szarvakat találtam neked, mivel te igazán ördög fickó vagy. Ez az enyém? Igen, csak is a tiéd. Na hát, kóstold meg. Mondd, hogy ízlik? Csodálatos. Örülök. Na de jöjjenek a zöldségek. Vegyünk néhány paradicsomot, helyezzük bele, tegyük rá, préseljük ki, és csak az üres héja marad meg. Még csak meg sem kell hámoznom a paradicsomokat. Készíthetsz spagetti szószt, vagy akár levest is. Vagy most éppen a húsára van szükséged. Ezt itt például már szétválasztottad. Másodpercek alatt kész van a paradicsomlé. Hozzáadsz egy kis sót, borsot, egy kevés tabaszkót, vodkát, és pillanatok alatt készítettél magadnak egy bloody name.